Hát sajnos lemerült a lámpám, gondolom láttok, én nem. Úgyhogy hazafelé menjünk gyorsabban, hamarabb hazaérünk. Talán még kitart addig az akku. Na, a kutyák jönnek kergetni, úgy azért könnyebb. Ez nem tudom, ez mi itt. Nagyon jó, nem értek a Strava-hoz. Nézzük a Fidet, Record Activity. Faszom se tudja mi ez. Nyomjuk ezt a kör alakú gombot. Valamit mér. Zsebre tesszük, azt mondom, otthon kiderül. A kesztyűmet se látom, hogy melyik lett az eleje. Viszont látásra, szó szerint, mert látni semmit nem lehet. Nem akad be a klipsz, úgyhogy biztos fordítva volt a pedál. Na, tód neki, disznó! Ez az malac! Égjen! Ez úgy érzem, hogy 30. fokozat. Hadd szakadjon le az a lámpa. Ez az. Jaj, de jó! Igen, ennek így kéne világítani, csak vissza fog kapcsolni. Nem látná, felálltam, én se látnám, ha nem érezném, hogy felálltam. Jó volt. Lehet, hogy kicsit korán álltam fel, na de 30. fokozat. Ez jó. A zsírt akarunk eltávolítani a testünkről. Gyengélkedik a lámpám. Nem sok fény van vissza, előre se több.
akkor nyilván addig 29. volt. A tétet emeli az 5 fokos télen kívül és az estén, hogy bármelyik pillanatban megszűnhet a világításom teljesen. Szó szerint pillanatban, hogy érdemes a sebesség Istenhez fohászkodni az idő uraival szemben. Esküszöm, sebesség ura, gyorsan tekerek, legyőzöm az idő urait, hamarabb végzem. Ez biztos bejött. Világítás jó lesne. Egész jó. Hát a szart biztos nem veszem észre. Valami ropogott. Talán valami csiga. Kitartott a kínai lámpa. Jól esett. Nem volt sok, de épp végtelenszer több, mint ha otthon ülök. És van index a Földön. Mivel egész nap esett az eső, ezért ez itt biztos nehéz lesz. De legalább nem látom. És ha nincs para, sikerül. Ez épp, hogy nem volt esés. Itt ugye volt egy vascső, ami csilingelt a kezemen. Kicsit arrébb megyek, akkor a kis ujjamért vissza kell jönni. A kör végeztével. Hú, de jó! A 30-ig föl kéne kotorni, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16. Köszönjük a részvételt. Na most, hogyan kell a Stravát leállítani? Így.
Vagy a tököm tudja a zászlóval. Nem tudom. Ennyi elég volt. A lámpámnak mindenképp. De kár, hogy nincs időnk, főleg